Tudják, mi a mosóház? A régi falusi idők közösségi mosodája, vagy az idősebbek kedvéért a falusi patyolat. Köveskál, Kővágőrs, Óbudavár, Balatonfelvidéki mosóházakat járunk végig. Amióta az ember textíliákat hord, azóta mos is. És már az egyiptomiak is. Egyébként ők voltak, akiktől a szappannak az őse származik, és Európában ezt a keresztes lovagok terjesztették később el. A falusi magyar asszonyok is házilag főzték a szappant, méghozzá disznóvágás után maradt fölös zsírból és lúgkőből, és ezt használták a mosáshoz, ami egyébként nem egy egynapos munka volt, elég komoly megterhelés, ezért aztán olyan helyeken, ahol nem volt folyó vagy patak, tehát nem lehetett folyóban vagy patakban mosni, ott terjedtek el egész Európában a mosóházak. A Káli-medencében még ma is viszonylag sok bővízű séd folyik át. A séd az valaha patakot jelentett ezen a környéken természetesen, és ennek megfelelően nem véletlen, hogy itt maradtak föl több helyen, tehát itt, ahol most vagyunk, Köveskálon, Kővágőrsön, Óbudaváron és Talján-Dörögdön olyan mosóházak, amik ezeknek a átfolyó kisebb-nagyobb patakoknak a vizét használták. Óbudavár egy apró másfél utcás falu Zánka és Nagyvázsony között, és a mosóházát úgy építették ki, mint egy pincét egy forrás fölé. A polgármester asszonyt elmondta nekünk, hogy utoljára még a 70-es években egy néni ide járt öblögetni, ugyanis a ruhát otthon főzték ki, otthon mosták ki igazából, szétválogatták az ágyneműt és fehérneműt, szappannal együtt kifőzték, és utána hozták ide, ahol úgynevezett pufókba rakták egymásra a ruhákat, és akkor kezdtek súlykolni. Télen, meg ősszel ez nyilván nem volt egy leányálom a hideg vízben pancsolni, de ennek ellenére a mosóházak világszerte nagyon népszerű helyek voltak. Úgy, ahogy a férfiaknak a kocsma meg a kávéház, a mosóház a nőknek kiválóan alkalmas volt arra, hogy minden folyó falusi ügyet kitárgyaljanak. Mindent és mindenkit itt lehetett kipletykálni. Köveskálon, az egykori börtön és a templomok szomszédságában van a településnek a legmélyebb pontja, és itt áll a Káli-medence talán legszebb vagy legtöbbet eláruló mosóháza. Elől egy fedett helységben gyűlik össze a víz, a helyi forrásé. Itt pedig egy hatalmas medencében, amit kőből raktak ki, és ez is fedett, de nyitott. Mostak az asszonyok úgy, hogy ezen a medencén pallókat vetettek keresztbe, és ott lehetett súlykolni az otthon már előkészített ruhát. Köveskál egyébként olyan gazdag volt forrásokban, hogy a városkútra épülő fedett mosóházon kívül mosógödrei is voltak, a Bozott utcában például rögtön három, és természetesen ezek a régi sédek a környéken mindenhol malmokat is hajtottak. Kővágőrsön vagyunk, ahol a település határában áll ez a mosóház, kőből épített mosóház. Itt egy télen-nyáron 18 fokos forrásra építették föl, egyébként együtt egy vágóhíddal, ami egészen 1949-ig működött itt. Egyébként most már csak a romjait látjuk, de mellé két római sírkőből kialakított asztalt is használtak itt sokáig. A legfejlettebb mosóházak általában felfalazottak voltak, és mindenképpen fedettek. Nagyon gyakran ilyen kőből épített házak. Egyébként ez a vörös homokkő, aminek támaszkodom, ez az egyik legrégebbi kőzet itt a környéken, jellegzetes építőanyag. Ma már csak egyetlen helyen, ha jól tudom, akkor Balaton rendesen bányásszák. Köveskálon például sokáig csak a fedél volt meg, csak később falaszták be azt az előső részét. Talján-Dörögdön pedig csak egy egészen kis, mondjuk úgy, hogy forrásház van, ami védi a településen átfolyó kis hegyi patakot.
ahogy a mosóházaknak is többé-kevésbé volt valamilyen szigorú funkcionális megközelítésük, formájuk, ugyanúgy a mosásnak is a 19. században, tehát nem lehetett akármikor mosni, nem lehetett mosni például ünnepnapokon, nem lehetett mosni nagy pénteken, és egyáltalán pénteken általában nem lehetett mosni, mert a babona szerint, aki mosott ruhával pénteken jár, abba belecsap a villám.